A Garai János Gimnázium ebben az évben is csatlakozott a Kutatók Éjszakája programhoz, melynek célja a kutatói életpálya bemutatása és vonzóvá tétele. Az esemény 2006 óta Magyarországon is évente megrendezésre kerül. A Kutatók Éjszakája mindig sarkalatos programpontja iskolánk életének, hiszen mintegy magára valamit is adó gimnáziumban a tehetséggondozás áll a képzésünknek az egyik fókuszában, és ennek eszköze például nálunk a Kutatók Éjszakája is, amelynek a rendezvényeit egyébként, amióta létezik ez az országos programsorozat kiírása iskolánkban, minden évben megrendezzük. Így történik ez az idei alkalommal is. Igen változatos programokkal készülünk, a természettudományok állnak azért a súlypontjában elsősorban, de ugye van két évfordulónk is, a Petőfi 200, amelynek kapcsán például a könyvtárunkban a múzeális Petőfi kötetek gyűjteményéből, illetve hozzá kapcsolódó múzeális kötetekből készült kiállítást fogunk megnyitni. A szervezők igyekeztek egy sokszínű programkínálatot összehozni, ezért idén minden tudományterület képviseltette magát. Olyannyira népszerű, hogy bizonyos előadásainkra regisztrálni kell előzetesen, egyrészt azért, mert korlátozott a befogadó képessége a helyszínnek, amely ilyen történik a program. Másrészt pedig tényleg most már akkora népszerűségnek örvend, hogy ilyen módon limitálnunk kell a résztvevők létszámát. Az esemény fő célja, hogy minél több kutatóval lehessen találkozni, személyes kapcsolatot teremteni, játszani, beszélgetni, sportolni, miközben bepillantást nyerünk a tudomány titokzatos világába. A programok annyiban változatosak, hogy a laborban érdekes fizikai, kémiai kísérletek fognak zajlani, amik látványosak és a laikusok számára is egy picit közelebb hozzák talán a természettudományok ilyen jellegű szépségét. Nagy sikere volt a Mikroszkopikus világ című előadásnak, ahol a diákok és a résztvevők bepillantást nyerhettek, hogy milyen más is a világ egy mikroszkóp alatt. Szokásos programjaink közül a mikroszkópizálás az, amit sosem tudunk elhagyni, mert olyan nagy érdeklődésnek örvend. Ezt a labor befogadó képességére való tekintettel minden évben regisztrációhoz kötjük, idén is, meg is telt a program nagyon gyorsan. A mikroszkópizálás során elsősorban vízi élőlényeket vizsgálunk meg. Láthatnak a diákok itt moszatokat, apró ízeltlábúakat mikroszkóp alatt, de papucsállatkákat is, szépen meg lehet őket festeni. Egy kicsit újítottunk, és most gombákat is bemutatunk. Penicillum és Aspergillus fajokat nézhetnek meg fénymikroszkóp és sztereomikroszkóp alatt is a diákok. Ezek szerintem nagyon újszerű ismeretekhez juttatják őket. A készülődésben a diákok is részt vettek, ahogy itt a háttérben is látszik, a biológia-kémia fakultációsok már készülnek, hogy segítsenek a kisebbeknek a felkészülésben. A programot hagyományosan egy csillagnéző túra zárta. Talán a legvonzóbb programjaink közé tartozik még az úgynevezett csillagnéző túra, amelyet a testnevelő kollégáink, illetve dr. Ságódi Jóbai a kolléganő, aki amellett, hogy matematika, fizika szakos, a csillagászattal is elég behatóan foglalkozik, és ő fog kivinni a Bati kereszthez egy egész komoly távcsövet, és az oda kitúrázó csapataink ott tájékozódhatnak az éjszakai csillagos égbolton is a program zárásaként, tehát gyakorlatilag késő éjszakáig fog tartani az iskola által szervezett programok összessége. A Kutatók Éjszakája mára a legnagyobb hazai tudományos ismeretterjesztő fesztivállá vált, ahol számos érdekességet tudhatunk meg a minket körülvevő világról, a tudomány segítségével, és megismerhetjük a magyar kutatók közösségét.